A 18. században alakult ki a misztérium játék papi segédlettel a székelység körében. Otthonában látogatták meg Potápi Árpád Jánost a csobánolók, akik karácsonytól vízkereszt napjáig járják a házakat. Dicsértessék az Úr Jézus szent neve! Mindörökké. Befogadják a székely betlehemes játékot! Befogadjuk! 2013 óta a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti listájára került a bukovinai székely hegyi pásztorokról elnevezett betlehemes játék. Jó látni azt, hogy a falvakban, illetve itt a városon is kezd élővé válni újra ez a népszokás. Örömmel vettem azt, hogy minket is felkerestek a csobányolók, és ilyenkor nem csak a régi szokásoknak a bemutatása, a felelevenítéséről van szó, hanem arról is, hogy újra találkozunk egymással. Ki kegyelmeteket kapta egészségben? A házala népi színjáték Budapesten is látható lesz, mondta Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója. Én egyfajta főpróbaként is tekintek erre a mai előadásra, mert két nap múlva, december 29-én, pénteken, este 6 órakor a Magyarság háza galéria ad majd helyszínt ugyanennek a csobányolásnak. Most már évek óta visszajáró vendégeink ők, nagyon-nagyon szereti a közönség, hogy ővelük zárjuk az évet, és a Magyarság háza galéria egyébként azért is érdekes, mert most a Krisztus születését megjelenítő kortárs festőművészek kiállítása zajlik éppen. Sebestyén István, a népművészet mestere tanította be a szereplőket a körülbelül 15-20 perces előadásra. Engem kértek meg, hogy betanítsam ezt a csobányolást, vagy betlehemezést, andrásfali betlehemezést, és mivel a legjobb barátunk volt a fekete csobány, aki meghalt, és megkértek engem, hogy az ő emlékére ne hagyjuk abba, tovább folytassuk ezt a betlehemes játékot, és akkor a legjobb barátja vette át a szerepét, úgyhogy nagyon megható volt, amikor megláttam ott érdelt a betlehem előtt, és a barátom helyett nyújtotta át az ajándékot a kicsi Jézusnak, hát igen, könnyesek lettek a szemek. A házaló népi színjáték mára már színpadon, iskolákban, templomokban betanított változatát láthatjuk. A betlehemes játéknak a szórakoztatáson kívül közösségépítő ereje is van a hagyományaikhoz hű bukovinai székelyeknél.